Jó leső fáradtsággal ültünk le az ebédhez. A szabad levegőn mindenkinek jobban esik az étel, amely ezúttal csavar, tésztás, krumplis, paprikás volt. Persze, hogy az utolsó cseppig elfogyott. Hordtam fel a fát, meg jöttem fel a várba, és akkor vittem a sok botot a tűzre. Segítettem a fákat felhordani. Fákat, cölöpöket, akkor ilyen szerszámokat. Hát alsó, csákány, bajta, illetve kalapát. Nagyon finom lett az ebéd, legalábbis nekem nagyon ízlett, bár egy ilyen munkás délelőtt után azt hiszem, hogy a legtöbb étel az ízlett volna. És a többieken is úgy láttam, hogy éhesek lettek, mert dolgoztak délelőtt, és nagyon örültem ennek, mert azt láttam, hogy a legtöbben, akik ott voltak, azok szívből csinálták, és élvezték azt, hogy látták a munkájuk eredményét, és nem is kellett sokszor figyelmeztetni, mert a legtöbbször azzal voltunk elfoglalva, hogy készül a munka. Hát a krumplis tészta az nagyon finom volt, hát egy kicsit éhes voltam, ezt megmondom, mert reggel csak egy szendvicset ettem meg, és finom volt hozzá a kenyér, meg a sonnyú uborka. Egy kis pihenő után a délutáni feladatok vártak ránk. Egy meghatározott erdei ösvényen kellett végighaladniuk az őrsöknek, fürkészve az útmenti bozótosokat, fákat, ugyanis 8-8 borítékot kellett összegyűjteniük. A kisebb őrsöknek 2 feladat volt a borítékon, a nagyobbaknak 3-3. Csak úgy tudtuk megoldani a feladatot, ha az összes borítékot sikerült megtalálni, és mivel az útról nem volt mindig látható, nagyon kellett figyelni. A legszemfülesebb, sokszor csalánon átgázolva élhette el célját, hogy diadalmasan felmutathassa következő részfeladatát. Néhány őrs utolsó állomásként egy magas leshez érkezett, ahol gyönyörű kilátást tárult elé. Ki útközben, ki visszatérve törzshelyére oldotta meg a feladatokat, amelyek egy szép és fontos jellemtulajdonságról szóltak, a kitartásról. Voltak olyan feladatok, hogy írnünk kellett például a lustaságról, hogy milyen baj következhet belőle. A szorgalomra is kellett írnunk, az is, hogy milyen szorgalmas dolgokat csinálunk, és hogy például volt olyan feladat, hogy a fogadalmakat, hogy milyen fogadalmakat tennénk. A Jonatán csapattag hűségesen teljesíti kötelességeit, és mindig becsületes. Nagyon jók voltak a délutáni feladatok, őrsönként kellett megtalálni borítékokat, amiket elrejtettek a fákon, és minden őrsnek 8 borítékot meg kell találni. Ez azon az úton volt, ami a kilátó felé vezetett, és hogyha megtalálták ezeket, akkor meg tudták oldani a feladatot, mi a kilátónál várta őket. Az Illés és Kimboko őrs tagjainak nagyon érdekes matematikai példát kellett kiszámolniuk, melynek részei külön-külön borítékban voltak felelhetők. A fiatalabb Jonatánok különböző betű kapcsolatokból rakhattak össze egy-egy Jonatán törvényt. Miután mindenki túljutott a délutáni akadálykiránduláson és visszatért, a kapitány gyülekezőt fújt. Sorokba rendeződtek őrsönként, és közösen hálát adtak a sok munkáért, örömért, az egész napért. És mondjuk el, amikor beinten, jó? Az igaz, hitar az ő útján. Olivér hűséges csapattagként ajándékot vehetett át, mert összegyűjtötte mind a 10 emlékkártyát a korábbi Jonatán napokról. Gratulálunk, nagy tapsot neki!
És végezetül annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon szeretném megköszönni a mai napi munkátokat. Ilyet még soha nem csináltunk, hogy lépcsőépítés. Én azt gondolom, hogy nagyon hasznosan és tartalmasan töltöttük a délelőttöt, és ennek megkoronázása jutalma volt a délutáni kis akadálykirándulás. A Jonathan csapattag az ugye hűségesen teljesíti kötelességét, mindig becsületes, mondjuk el ezt az első törvényünket. A Jonathan csapattag hűségesen teljesíti kötelességét, és mindig becsületes. Melyik szó az, amelyik a mai mottónkkal összecseng, hogy az igaz kitart az ő útján? Mindig. A mindig és a hűséges. Köszönöm. Tehát a Jonathan csapattag hűséges, sen teljesíti kötelességét, ugye és mindig becsületes. Töke. Jó, a honlapunk rajta van, tessék az interneten is nézni a honlapunkat. Az a kérésem, hogy a borítékokat nem dobjuk el, jó? A várból hazafelé vezető útnak a délelőtt készült lépcsősort választottuk, amin sokkal könnyebben tudtunk haladni. Kicsit fáradtan ugyan, de mégis jó érzésekkel gondoltunk vissza, milyen gyorsan elszaladt ez a szép nap. Minden csapattagnak, szüleinek, barátainak javasoljuk, hogy látogasson vissza erre a szép helyre.